Kettő között a rettentően nagy különbség, hogy addig, amíg a médiában egy irányú kommunikáció zajlik, addig a közösségi médiában két irányú kommunikáció zajlik. Tehát hiába tesszük ki ugyanazt a sajtóközleményt a közösségi oldalra, mint amit kiteszünk az újságba, vagy mondjuk a televízióba, azért a közösségi médiában válaszokat és hozzászólásokat is kapunk ehhez a sajtóközleményhez, amit kezelni kell. Igazándiból ez volt a legnagyobb feladatunk nekünk is, hogy arra felkészülni és azt kezelni, hogy egy közzétett sajtóközlemény elég váratlan, elég hirtelen, ezt hogyan fogja lereagálni a tömeg, mert hát azért jó sokan látták és olvasták. Én úgy gondolom, hogy a média, a klasszikus média addig jut el a válságkommunikációban, hogy bejelentünk, közzétesszük és elmondjuk a történetet. Megmagyarázni már nem ott kell, mert ugye ez nem az a felület, illetve nyilván vannak riportműsorok, hogyha oda jut valaki, és vannak ilyen beszélgetős műsorok, ahol lehet magyarázkodni, de alapjaiban ezek abszolút irányított kommunikációs csatornák, tehát elhatározom, hogy mit akarok mondani, jó előre kitalálom, megalkotom, felrajzolom, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy a bejelentés az mindenképpen egy jó csatorna a bejelentés. Utána ennek a folyamatos kezelése, kommunikálása, a napi események, változások, módosítások, ahhoz tökéletesen jó terep már a közösségi média. Tavaly évben a legtöbbet az olyan helyzeteken röhögtünk, amikor egy krízis helyzetet nem sikerült jól megoldani adott cégeknek. Teljesen fölösleges neveket mondani, borzasztóan sok ilyen eset volt, külföldről is számos példa van. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, hogy ma nem tudjuk még egyszerűen eldönteni, hogy mit, hogy lehet csinálni.